óvatosan fogyasszuk a citrusfélékre szelt héját, figyelmeztet a Nébih. Baráti összejövetel keretében irodalmon, képeken és történeteken keresztül emlékeztek Mezei Annára 80. születésnapja alkalmából Visegrádon. Gospel koncertet ad Szabó Balázs Tahitót faluban. Növendékhangverseny lesz Dunabogdányban. A felületkezelt növények veszélyeire figyelmeztet a Nébih. A téli gyümölcsfogyasztásban és vitaminpótlásban ugyanis jelentős helyet foglalnak el a citrusfélék, mint a narancs, a mandarin, a klementin és a citrom. Utóbbi időben elterjedőben van a pomeló is. A karácsony és az ünnep süteményei szinte elképzelhetetlenek nélkülük. Kevesen tudják azonban, hogy a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő a 2-3 napos szállítás során megromlanának, ha a leszedés után nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el a felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel. A külső felületkezelés engedélyezett gombaölő hatású növényvédőszerek felhasználásával és viaszbevonással történik, de előfordul, hogy növényvédőszer nélkül csak viaszréteggel vonják be a gyümölcsöt. A viaszréteg lehet mesterséges vagy természetes viasz, az utóbbi általában mély viasz alapú. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a Magyarországon forgalmazott friss citrusfélék héja biztosan viaszolt. Azt, hogy a gyümölcs csak viaszvédőréteggel bevont, vagy mellette növényvédőszerrel is kezelték-e, a termék címkéjén vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinon, még a lédig gyümölcsök esetében is fel kell tüntetni. Ugyanígy azt is közölni kell a vásárlóval, ha a héj fogyasztásra alkalmatlan, mivel a növényvédőszer a héj illóolajához kötődik, és a viaszbevonás miatt később már nem lesz lemosható. Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, javasolt körültekintően eljárni és a héjat fogyasztásra alkalmatlannak tekinteni. Baráti összejövetel keretében irodalmon, képeken és történeteken keresztül emlékeztek Mezei Annára 80. születésnapja alkalmából Visegrádon. Most már több mint 5 éve meghalt Paninin, és ennek ellenére nem telik el szinte nap, hét biztosan nem, de szinte nap se, hogy ne gondolnánk rá, vagy ne jusson eszünkbe. Mezei Anna, vagy ahogy mindenki ismerte és szólította, Panni néni, 1983-tól 2004-ig, 21 éven keresztül volt a visegrádi iskola igazgatója, ezt megelőzően pedig 10 évig igazgató helyettese. S bár élete végéig nagy szeretettel emlegette meghatározó és kedves emlékként Mohácsot, ahonnan származott, Visegrád és a visegrádi iskola volt az a lelki és fizikai valóság, amelyért az utolsó gondolatáig tenni akart és tenni tudott. Tehát az, hogyha valaki ennyire szeretettel él az emlékeinkbe, az teljes mértékben okod arra, hogy vidáman emlékezzünk rá, és a vidám történeteket, a sztorikat felelevenítsük, ami hozzá köt minket. Mezei Anna több évtizedes munkásságával és példaértékű emberi értékeivel maradandó nyomot hagyott a város oktatási és kulturális életében. Nevéhez fűződik a zenei művészeti oktatás bevezetése az iskolában, és megalapította a Zoller díjat, hogy támogassa a fiatal zenetanulókat. Empátiája és segítőkészsége példamutató volt. Rendszeresen látogatta idősebb kollégáit, támogatta a rászorulókat és gyakran szervezett gyűjtéseket. A 80. születésnapja alkalmából szervezett megemlékezésen először Gróf Péter mondta el gondolatait. A mai rendezvényben természetesen szomorúság az, hogy olyas valakiről emlékezünk, aki nincs már közöttünk. De voltak éppen, hogyha arra gondolok, hogy ezt is neki köszönhetjük, hogy most itt lehetünk. Újra összehozott bennünket, annak kapcsán, hogy ráemlékezzünk. Mezei Anna igazgatói pályafutása alatt nem csak az iskola színvonalát emelte, hanem szoros testvériskolai kapcsolatokat ápolt, és létrehozta a VIPA táborokat a parajdi és visegrádi gyerekek számára, valamint támogatta az Obergünzburgi iskolával kialakított kulturális kapcsolatot is. Kállazi Lászlóné elmondta, hogy ő az első személy, akivel visegrádi életében Panni néni először találkozott.
Én vagyok az első, aki a visegrádi életében megismerkedett elsőként Pannikával. Tudnék, mi itt fölpróbáltunk, ilyen irodalmi színpadi dolog volt, Laci a kollégiumban is az igazgatóként, és összehozott egy kis irodalmi színpadot, és próbáltunk, és a Panika úgy gondolta a parküdülőből, elsétál, hogy mi van itt a faluban. És betévelget ide a művelési házba. Megismerkedtünk, egyből bekapcsolódott, majd az egész áprili műsort fölvittük a parküdülőbe. Én voltam az első, aki az itteni életében, tehát a visegrádi életében megismerkedtem vele. Nagy örömre. Na. Kálaszdiné Ormos Ilona Ág István Tiltott házban című versét szavalta el. Ág István a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és József Attila díjas magyar költő, író és műfordító. A megemlékezésen fény derült arra is, hogy Panni néninek egy szép szerelmi kapcsolata volt a költővel, és ez a vers hozzászól. Szeretlek, mint a kis csikókat fehér ágyékom idején. Itt, ahol nincs múlt és jövő. Anyám térdén ébredtem ilyen nyugalomra, mint a te térdeiden. Első szerelmesebb jövetelében bíztam ennyire, egy szál énben, foszlófa alatt. Gróf Boglárka elmondta, hogy Panni néni különleges hatást gyakorolt az életére. Nem csak az iskolai órák között, hanem azon túl is folyamatosan tanította. Az emlékek felidézése során minden hozzáfűződő beszélgetést és írást átnézett, hogy ihletet merítsen, és végül úgy döntött, hogy egy régi írását olvassa fel, amelyet Panni néni halála után egy emlékszámba írt. Szerencsésnek érzem magam, pusztán azért, hogy ismerhettelek. Sokunk életére voltál nagy hatással, és azt hiszem, a felét sem tudjuk annak a sok jónak, amelyeket értünk, vagy másokért tettél. Köszönöm, hogy ott vagy nekünk most, és mindig, ha támasz kell. Ott vagy ma is a versekben, az iskola falai között, és Visegrád minden egyes szegletében. Nagyon remélem, hogy egy kicsit ott vagy mindannyiunkban. Gróf Anikó Áprili Lajos a Csavargó a halálra gondol című versével elevenítette fel Mezei Anna emlékét. Elmondta, hogy Panni néni sok vers és mesemondó versenyre készítette fel, és mindig nagyon jó érzékkel választotta ki a memoritereket a diákoknak. Uram, a tél bevert a templomodba. Áltam vasbántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép. Én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, s úgy menj ki belőle. Mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Mukstad Szabina szerint Panni néni nem csak tanár, hanem mentor is volt, aki nem csak versenyekre, hanem az életre is felkészítette őt. Különösen emlékezetes volt számára egy budapesti előadás Áprili Lajos életéről, ahová Panni néni gyermekként elvitte, és ahol kivételes figyelmet kapott tőle. A tavalyi Mezei Anna díj elnyerésekor úgy érezte, valamit sikerült tovább vinnie abból az értékből, amit Panni nénitől kapott. A verseken keresztül tanított gondolkodni, érezni és kapcsolódni a világhoz. A 8. osztályos ballagásomra kaptam tőle egy kis emlékkönyvet, amiben a következő sorokat írta. Örülök, hogy részese lehettem eddigi életednek. Maradj ilyen tiszta szívűnek, amilyennek megismertelek. Ha valami nehézség ér el, tudod, a versek segítenek. Ez az egyszerű, de mély gondolat a mai napig elkísér. Gró Dániel emlékeztetett arra, hogy dr. Györgyi Erzsébet kérésére külön meg kell emlékeznie a visegrádi bábú kiállítás sorozatról, amely rendkívül népszerű volt a látogatók körében, és hosszú ideig nagy sikerrel működött. Panni néni végig támogatta a kiállítás fenntartását, és rendszeresen hozzájárult ahhoz, hogy azt minden érdeklődő megtekinthesse. Kötelezettségeim vannak, ugyanis mindazon dolgok, amiben valaha is gondolatom támadt Visegrádon, az rögtön Panninál
nyert. Így módon ő kezdettől fogva teljes szívvel és lélekkel támogatta a Soproni Sándor Egyesületet. Ennek olyan eredményei is születtek, hogy eljutottunk Parajdra, és azt a kapcsolatot, ami eleve nagyon szépen működött az ő életében, még egy ilyenfajta találkozással is meg tudtuk erősíteni. Parajdról érkezett a megemlékezésre Cseresnyés Irén, akinek férje Cseresnyés Attila volt az erdélyi Ápréli Lajos általános iskola igazgatója. Felidézte, hogy a 90-es években tanultak egy dalt, amelyet azóta is gyakran énekeltek együtt Panni nénivel és a közösséggel, különböző alkalmakkor. Legyen szó névnapi, születésnapi vagy más ünnepi köszöntésről. Én nem azért jöttem, hogy megrettencselek, hanem azért jöttem, hogy felköszöntselek. A megemlékezés végén Pálmai József énekelt, majd ezt követően kötetlen beszélgetés kezdődött, amelyet meghitt hangulat és közös emlékezés jellemzett. A résztvevők többek között tortával ünnepeltek, miközben felelevenítették a Panni nénihez fűződő emlékeiket, és megosztották egymással a közös pillanatokat. Gospel koncertet ad Szabó Balázs Tahitót faluban. Szabó Balázs pop, gospel énekes, billentyűs előadó és dalszerző, a Baptista Szeretett Szolgálat nagyszabású cipősdoboz koncertjeinek zenei rendezője és aranzsőre. Több ismert gospel dal magyar szövegének műfordítója. Az énekes egy különleges hangulatú, vidám és mégis megindító és egyben ünnepre hangolódó koncertet ad november 23-án szombaton 18 órakor. A helyszín a Tahitót falui baptista gyülekezet. A részvétel ingyenes. Növendékhangverseny lesz Dunabogdányban. A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos diákjai minden évben színvonalas koncertkeretein belül mutatják meg tehetségüket. Hamarosan újra elérkezik a növendékhangverseny, amire szeretettel várják a szülőket, rokonokat és barátokat, és minden zeneszerető érdeklődőt. Az eseményt november 28-án a Dunabogdányi Művelődési Ház nagytermében rendezik meg 17 óra 30-kor. A műsorban közreműködnek a zeneiskola növendékei és tanárai. A belépés díjtalan, de a nagylelkű adományokat örömmel és köszönettel fogadják, és annak teljes összegét a zeneiskola hangszerállományának fenntartására fordítják.